Hallatlak? Már 9 óra is elmúlt. Amely 10 percig nem jön a nagyságos asszony, eszünk. Érti? Hát én nem várok tovább. A vacsora már is egészen elfőtt. Ezt ilyet még nem hallottam. Egyszer akarok elutazni, akkor is kénytelen vagyok lekésni a feleségem miatt. És nem mondta, hogy hová megy. Egy szót se szólt. Ki volt itt? Egész délután nem volt itt senki, csak a tenyér úr valami autósapkáért. Ahogy a tenyér úr elment, a nagyságos asszony is elment. Terítsen. Már terítve van. Akkor meg tálaljon. Igenis. Várjon, ne tálaljon. Telefonáljon a doktor úrékhoz, hát ha ott van. Én meg megnézem az öreg nagyságait, nem? Hallatlan. Hát legalább telefonálna, vagy üzenne. Haló, kezét csókolom itt, Juci. A nagyságos asszony nincs ott. Délután elment, és még nem jött haza. Igen. Nem tudom. Jó estét kívánok! Mondja, Jucika drágám, nem jött még haza a nagyságos asszony? Pont most érdeklődtem utána. A gazdám már olyan ideges, hogy borzasztó. Jaj! Tenyér úr nem tudja, hogy hol van? Én tegnap kölcsön kértem az autósapkát a főnök úrtól, mert ma el akartam szaladni a Balatonra motorbiciklivel. Hát az embernek van egy kis motorbiciklije, van egy kis nője, hát mit csináljon vasárnap? Hátraülteti a nőt, és elkezd puffogtatni. Jaj, egyszerűen úgy szeretnék egy olyan motorbiciklin hátulülni. Az most olyan divatos. Mondja, tenyér úr, szobalánynak az nem áll jól. Sőt, Jucikám, csak is kizárólag szobalánynak áll jól. Csak az a baj, hogy nagyon kilátszik az embernek a lába. Az baj, hiszen ezért ülnek fel a nők. Elég az hozzá, hogy ide jönök máma az autósapkáért, erre azt mondja nekem a főnök felesége, a nagyságos asszony, hogy vigyem előtt egy körre. Hát figyeljen ide, én megbeszéltem a barátnőmmel, hogy 3 órára értem. Erre azt mondja a nagyságos asszony, hogy vigyem előtt. És maga mit mondott? Hát mit mondhat az ember a főnök feleségének? Boldogan, örömmel, nem igaz? Na hát, ez nem volt szép magától. Hát, hölgyem, mit csinálja? Mondjam azt, hogy nem, és rugassam ki magam. Hát az ember örül, ha van egy jó állása. A szegény barátnője meg egész délután hiába várta. Megérdemelni, hogy ott hagyja magát. Hát hagyjon ott! Nézze, Jucika, még mindig jobb, ha az embernek nincs barátnője, mintha nem lenne állása. Na de mit beszéljek sokat? Elindulunk. Hátul a nő, a nagyságos asszony, én elő, bekapcsolom a gázt, a gép rohan. Visszafelé jövet, egyszer megszólal a nagyságos asszony, hogy siessünk, hamarabb érjünk haza, mint a főnök úr. Az Istenért, hát mi történt? Várjon, visszafelé jövet, polgárdinál hátra nézek. És megfogyott bennem a vér. Az Istenért, hát mi történt a nagyságos asszonnyal? Elvesztettem. Ez borzasztó. És hol vesztette el? Tudom én, Lepsénynél még megvolt. Aztán adtam neki egy kis gázt, a gép rohan, biztos kihullott valahol. És miért nem kereste? Hát, dehogy nem. Hát én kerestem. Egész délután ott szaladgálok, Polgárdi és Lepsény között. Mert Lepsénynél még megvolt. És nem találta? Nem, mintha a föld nyerte volna el. Én még ilyet nem láttam. Megnéztem minden árokba, minden híd alatt, hát ha begurult. Begurult? Hát hallja, egy ilyen molett nő, ilyen szerencsétlenség is csak engem érhet. A nagyságos asszony esett le, és még maga panaszkodik. Legyen nyugodt, fogja ő majd panaszkodni. Furcsa az állásomnak. A főnök úr megtudja, egyből kiúg. És még csak nem is szólhatok egy szót sem. Ez borzasztó. Ilyet? Borzasztó. Valahol okvetlenül meg kell keresnünk. Hol keressem már? Néztem a mentőknél, néztem a rókusba, de tudja mi? Megnézem a rendőrséget. A rendőrségem? Hát igen, hát valami becsületes megtaláló bevitte, kellett nekem motorbicikli. Nézze, Jucikám, ne szóljon a főnök úrnak semmit, egy szót se, megyek, és még hátra megtalálom, nem igaz? Jó, tenyér úr, de a hátsó ajtón menjen, mert összetalálkozhatik a gazdámmal. Ó, nagyon kedves, köszönöm a figyelmeztetést. Bár inkább magát vittem volna el motorbiciklizni. Hát hogy akkor engem vesztett volna el? De még mindig jobban jöttem volna ki, de Lepsénynél még megvolt. Haló, kezét csókolom, nagyságos úr. Igen, telefonáltam, de ott nincs. Ezt ugyan keresetet. Jaj, csak mi megtetett jönni, nagyságos asszony, kérem! Tessék elülni, nagyságos asszonyom, itt! Jaj, Istenem, úgy össze vagyok törve! Jaj, csak mi megtalálták a nagyságos asszonyt! Megtaláltak? Honnan tudja, hogy megtaláltak? A tenyér úr az előbb itt volt, és mondta, hogy elvesztette a nagyságos asszonyt. A tenyér itt volt? Igen. Hallatlan! Volt artvőre a történtek után belépni a házamban. Ott hagyott fetrengeni az országút porába, és átlépi a küszöbömet. Hallott már ilyet? Nagyságos asszonyom, én régi motoros vagyok. Te ilyet én még nem hallottam. Hát mit szól?
Kérem, én régi motoros vagyok, de utas lebotja, az rendben van, de ott hagyni, kérem. Én még ilyet nem hallottam. Tényén úr azt mondta, hogy visszament, és egész délután kereste a nagyságos asszony Polgárdi és Lepsény között. Mit keresett ő engem Polgárdi és Lepsény között, amikor már Lepsény előtt leestem? Kenyér úr azt mondta, hogy a nagyságos asszony Lepsénynél még megvolt. Nem voltam meg, érti? Ez aljas rágalom! Hát mit szól? Hát kérem, nagyságos asszonyom, Lepsény előtt miért osztatott elveszti? Ez faktum! Hát persze, hogy faktum. Kedves izé, hogy is hívják? Spira. Hogy kérem? Spira. Ja, Spira! Ritka név, de tisztességes. Régi motoros vagyok én nagyságos asszony, de ilyet én még soha. Hát ez hallatlan. Ön nagyon kedves vagy, Spira úr, és én gondolni fogok önre. Ó, nagyságos asszonyom, ahol annyi kitűnő állás van, mint az ön kedves férjénél. Régi motoros vagyok én nagyságos asszony, de mindig vágytam egy ilyen kitűnő fegyveres céghez. Legyen nyugos, Spira úr, én gondolni fogok önre. Én kérem, Tudom, régi motoros, de legyen nyugodt. Mert egy jó állás úgyis meg fog ürülni, mert azt a tenyér urat ki fogom rugatni. Szegény tenyér úr pedig úgy oda van, úgy kereste a nagyságos asszonyt. Hát pardon, kisasszony, az utas lefotja, az rendben van, de ott hagyni, kérem. Ez a nagyságos úr lesz. Kedves Spira úr, nem akarom, hogy a férjem tudja erről az egész kirándulásról. Lesz szíves a konyhán keresztül távozni? A férjem egy óra múlva elutazik, akkor majd szívesen várom. Jöjjön vissza. Örömmel, nagyságos asszony. Csókolom a kezét, nagyságos asszony. Juci, legyen szíves, mutassa meg az úrnak az ajtót, aztán nyissa ki. Oké. Ja, Istenem, úgy fáj a lábam, azt a gazember ki fogom rugatni. Hát anyukám, ez nem eljárás. Tudod, hogy utazom el, mindjárt itt van értem a taxi, és nem jössz haza. Hát nem jöttem. Hát mikor, hát fél tízkor, hát már arra sincs idő, hogy vacsorázzam. Pakold be nekem a kiskó. Jó, majd bepakolom. Jaj, a lábam! Jaj, mi van veled? Semmi, Katóval sétáltam, és elcsúsztam egy cseresznyén. Cseresznyén? De hol van szeptemberben cseresznyén? Ráléptem egy dinnyére. Hát hogy lehet rálépni egy dinnyére? A héjára léptem, fiacskám, a héjára. A héja az egy madár. A dinnye héjára az Isten szerelmére. Hát ilyen madár meg nincs. Fiacskám, úgy fáj a lábam, hogy majd meghalok. Te legit rossz, mint neked mondasz. Jó van, akkor üljél. Pihenjél, majd én bepakolok magamnál. Jaj, csak hogy nem lett semmi baj a nagyságos asszony. Hála Istennek, semmi komoly, csak a lábam. Úgy fáj. Egészen meg van dagadva. Most fáslizhatom. Hát amúgy is fáslizza a nagyságos asszony. Hogy én fáslizom, vagy nem fáslizom, ahhoz magának semmi köze, fiam. Az a gazember arra legyen képes, hogy ilyesmit csináljon a főnök feleségével. Ha nem jön arra, az a fiatal ember egy hétig ott feküdtettem volna a liga és Lepsény között. Szegény tenyér úr pedig úgy oda van. Oda van? Még ő van oda? Elhagy egy ilyen urinő, és még ő van oda. Csak a férjem meg ne tudja, mert lelövi, mint egy kutyát, és még én is kapok, amiért egy ilyen alak mögé felülök a motorbiciklire. És igaza van. Már kereste a nagyságos asszonyt a mentőknél, a rókusban. Jó, hogy nem már a tűzoltóknál keres, vagy mit tudom én. Mindenütt keresek, csak ott nem, ahol hagyott. Jött szegény tenyérről, és mondta, hogy elvesztette. Mit vesztette a tenyérből? Semmit. Hát most mondtál fog, hogy a tenyér elvesztette. Az izét, az autósapkát, amit odaadtam neki. A tenyér elvesztette az autósapkát? Nem olyan nagy dolog? Nem olyan nagy dolog? Hát a legnagyobb szemtelenség. Elkéri az autósapkámat, hogy egy nőcskét furitázzon az a ronda motorbiciklén, és elveszti az autósapkámat. Amúgy is ki nem állhatom azokat a nőket, akik odaülnek hátulra. Hát miért? Egész kellemes lehet. Kellemes, anyukám, hát letörném a derekadat, ha ott látnálak téged a hátul. Hát, ha leesik egy olyan nő? Hát, ha leesik? Megtalálják! És elveszti az autósapkámat. Hát erre a tenyére tényleg nem lehet semmit se rábízni. Nagyságos asszonyom, kérem, kihűl a vacsora. Elég anyukám nyugodtan vacsorázni, majd én viszek ideget. Hát ez meg ki lehet már. Jó estét, főnök úr! Úgy látszik, a nő nincs itthon. Hát mondja magában, meg mi van? Hát főnök úr, kérem, én már nem tudom, hogy mit csináljam. Én már nem állok a lábamon. Hát na mondja. Főnök úr, kérem, én egy borzasztó vallomással tartozom. Tudom. Elvesztette. Hát honnan tetszik tudni? Az imént mondta a Jucika, de mondja már, hogy lehet valaki ilyen felelőtlen? De kérem, főnök úr, Lepsénynél még megvolt. A fején volt-e? Hol kérem? Hát kérem, hogy a fején volt-e? Hogy a fejemen? Ki bírja azt? Hát akkor meg hol volt? Hát a hátsó ülésen mögöttem. Hát akkor még miért nem? Kötözte oda. Mi? Mivel? Hova? Hogyan? Hát ne kérdezzem el jelenséget, hát madzagol a hátsod.
Nálunk nem szokás oda kötözni. Hát akkor inkább fült volna rá. Ki? Hát ki maga? Én főnökre, én 82 kiló vagyok. Szóval mi az annak? Én sem vagyok sokkal kevesebb, és egyszer Siófoktól Závonika rajta jöttem. De én nem vagyok fel olyan viszonyban. Nézzek, végeredményben nem olyan nagy szerencsétlenség. Elvesztettem. De hát akkor a főnök úr nem is bánja? Na és ha bánom, elveszett, hát elveszett. Ott tegye meg a fel. De főnök úr, kérem. Hát ne beszéljen már annyit, éppen elég öreg volt. Hát ez igaz, már ne tessék rossz néven venni, de nem volt egy mai csirke. De főnök úr, én mégis úgy gondolom, hogy meg kellene keresni. Hát csak tudja, azért itt kellemetlenül, hogy ma vesztette el. Nekem ma okvetlenül szükségem lett volna rá. Hát főnök úr, én megyek, megkeresem. Adja. Elment, tudja, hozzon valahonnan egy másikat. Tessék! Hát menjen el és hozzon valahonnan egy másikat. De főnök úr, kérem. Hát ne beszéljen már annyit. Én nekem ma kell, én ma el akarok utazni. Hát de nő nélkül nem lehet elutazni? Honnan veszi, hogy én nővel akarok elutazni? Hát hogy én azt honnan tudom, azt hagyjuk szerintem. Hát nézze, ez magának semmi köze, én nekem ma okvetlenül kell. Hát de honnan vegyek én ilyen késő este? Hát mi közöm van nekem ahhoz? Hát maga vesztette el magának, kutya kötelesség akár a föld alól is szerezni egy másikat. Mire indulok, itt legyen. Hát rendben van, megpróbálok telefonálni egyet. Telefonáljon egyet. Hallatna, hogy ilyen férje legyen valakinek. Szegény nő, ha tudná, hogy milyen rossz volt neki elveszni. Haló, Bélem Élem Ulató. Kérem, ott szokott ülni a Kúhanek úr. Nem, a Kú... Igen, Kúhanek, mint a tehén. Nem, nem hosszú szőke. Rövid, pici, fekete. Kérem, küldje ide. Hát, a Kúhaneket hosszú szőkének nézni, milyen szeme van ennek? Haló, Kúhanek? Szervusz, itt tenyér. Nem kenyér, tenyér. Kérlek szépen, én egy nagy szívességre szeretnélek kérni. A főnök uram el akar ma utazni, és egy csinos utitásnőre van szüksége. Nem, mondom, hogy csak utazni. Hát, mondom, hogy csak utazni kell neki. Ja, garantálni? Garantálni azt nem tudok semmit. Ja, és a cím? A cím az Nadragúja utca 3/3. Ja, hát hogy mióta foglalkozom ilyesmivel, azzal te ne törődj, ma óta. Szervusz. Na, telefonál? Igen, mindjárt itt lesz. De nekem nehogy valami használhatatlan vacakot hozzanak ide. Hát, tessék nyugodtan, Kúhanek nagy szakértő. De mondja el nekem, főnök úr, hogy biztos, hogy csak utazásra? Hát miért maga, mit gondol, mire másra? Jaj, hát tudom én az éjjel, ketten, a sötétben, egy autóban, de hát elvégre nekem ehhez semmi közöm. Mondja, maga megőrül? Jó, jó. Fiacskám, be vagy már pakolva? Á, tenyér, maga itt van? Jaj, Istenem, és hogy sántik, mi lesz itt? Főnök úr, kérem, hát én akkor megyek, telefonálok, hogy már nem kell. Hát minek ne kéne? Hát de hiszen nagyságos asszony. Hát mondja maga meg ő. De hiszen nagyságos asszony itt van. De jó, Isten, mi lesz? Mi van itt? Miről arra, hogy a tenyér elvesztette az autósapkát, és mondtam neki, hogy hozasson egy másikat. Kicsoda? Én elvesztettem az autósapkát? Hát persze, hogy elvesztette! Ja hát, ezen ült Siófoktól Záhuni. Ja hát, főnök úr, tényleg, igen, én elvesztettem az autósapkát. Na gyere, anyukám, most meg odaadom neked a kulcsokat. Magával még számolok maga az ember, az urannak egy szót se szóljon. Ja, dehogy szólok, ja, Istenem, és hogy sántit, atya világ, mit tettem? Ide jön a macska, itt kőkövön nem marad. Le kell rendelnem a macskát. Haló, kérem, itt tenyér beszél. Kérem, mondja meg a Kúhaneknek, hogy már nem kell. Hát, hogy mi nem kell, azt majd ő tudja. Ne küldjön semmit a Nadragúja utcába. Köszönöm. Jó estét! Jó estét! Mi tetszik? Spira vagyok. Rendben van, kérem. Az ön kedves felesége volt szíves. Ugye? Ön a becsületes megtalálta? Én találtam a kedves feleséget. Ó, uram! Akit az a hülye elvesztett. Hülye? Uram, az egy hülye. Á, az nem hülye. Hát kérem, én régi motoros vagyok. Az egy hülye. Hát akármilyen régi motoros, az nem hülye. Hát kérem, az, hogy utas lepottyant, az rendben van. De ott hagyni, feküdni a liga és lepség között,
Pardon, Lepsény és Polgárdi között, mert Lepsénynél még meg nem. Nem, kérem, Lepsény előtt esett le. Ez biztos? Hát persze, hogy biztos. Á, hát akkor ezért nem találtam én csak Lepsényit kerestem. Hát kérem, az ilyen gazember agyon kéne ütni. És a nagyságos asszonynak teljes mértékben igaza van, ha az élembert elbocsátják az üzlettől. Hát már megbocsásson, de hogy jön az ahhoz? Hát, az utas lepottyad, az rendben van, de ott hagyni, én kérem régi motoros. Régi motoros, mi az, hogy régi motoros? Maga úgy csinál, mintha motorbiciklivel ment volna keresztül a vörös tenger. Hát, az mindegy, de én a maga helyében elbocsátanám azt az alakot. Mondja meg, miért olyan fontos magának, hogy egy ember elbocsássanak az állását? Hát, nézze kérem, én régi... Régi motoros, tudom, hogy régi motoros, ezért bocsássanak egy embert az állását. Nem, kérem, én régi... Régi motoros, még egyszer kimondja ezt a székt a fejéhez vágom. Nem, kérem, én régi állás nélküli kereskedő vagyok. És gondoltam, hogy esetleg az ő... A régi motoros, tudom, kérem, most menjen el, majd még ezt megbeszéljük. És hol találkoztunk ezt ügyet megbeszéljük? A Nemzeti Színháznál, az óra alatt, itt piros szemben. És esetleg az üzletben? Jaj, oda be nem merre tenni a lábát, mert... Akkor az óra alatt? Igen, az óra alatt, nem. Piros szemben. Kicsoda ez az ember? Van szerencsém, kérem. Ó, mert régi motoros a barátom, visszahozta a sapkát. Nagyon kedves, nagyon kedves. Sándorkám, add ide a sapkát! Mit akarnak tőlem? Sándorkám, add ide a sapkát! Hát de kérem, ilyen ő vagyok! Az mindegy, hogy Sándor vagy, gyere, add ide azt a sapkát, itt a sapka! Hát de kérem, mit akarok tőlem, adják vissza a sapkával? Kicsoda maga tulajdonképpen? Mondom, ő egy régi barátom, egy régi motoros. Ez nem igaz, kérem, én azért jöttem, kérem alással, mivel a nagyságos asszony leesett a motorbicikliről, és kérem a hölgy ott hembergett az útporában. Miféle hölgy? Jaj, Sándorkám, ne beszélj már, dehogy henter! A hölgy henterget, ezt vattuk! Te jó Isten! Hát ez volt az a dinnye héja, amit te elestél. Hát azért jársz kelsz úgy, mint egy 48-as honvéd. Édes fiam! Hallgass! Amíg én itt gondok között vergelődök, addig te motorbiciklire ülsz, és combig mutatod a bokád az ámulam embereknek, és hemperegsz az út porában. Főnök úr, ugyan kérem! Nem hemperget. A hölgy hemperget. Ez faktum. Fogja be a szállát. Itt a konyhában a barátom, aki velem volt, tanul. Fogja be a szállát. És hogy kerültél te a motorbiciklire? Szerintem felült. És ki volt az az idióta, aki elvitte magát? A barátom, ez ő, a kedves barátom. Nem igaz, ez rágalom. Ne tagadj, jenőkém, ez biztos igaz. Én mondtam neki, hogy ne vigye el őt, mert a főnök úr nagyon haragudni fog rá. Ez kérem, nem így van. Ő vitte a nagyságos asszonyt, és ő vesztette el. Megyek a konyhába, bejövöm a barátom, ez kérem, baktunk! Fejér maga, elvesztette a feleség? Dehogy vesztettem, hiszen ott ül! Kérem, egy fiatal hölgy van itt, azt mondja, hogy a Kulhanek úr küldte. Én lerendeltem. Hát de ki az a Kulhanek? Biztos valamilyen régi motoros. Beszélj! Ki a hölgy? Hát mit tudom én, küldje csak be. Igenis. De ki az a Kulhanek? Jó estét, melyik az a felnőség? Én vagyok, azt kérem szépen. Hát itt vagyok, kapután mehetünk. Kicsoda maga tulajdonképpen, mit akartam? Engem a Kulhanek úr küldött, hogy a fenyvesi úrnak egy csinos utitásnőre van szüksége. Azért a Kulhanek jó szakértő. De ki az a Kulhanek? Ki az a Kulhanek? Mintha nem tudnád te az ember! Esküszöm! Ne hazudj! Majd adok én neked kéjúgazást! Csinos kis utitásnő kell neked! Hát meg! De anyukám, nekem fontos üzletem, de anyukám! Egy szót sem! Nagysága maga pedig takarodjék én nem, mert úgy kivágom, hogy nyakát töri! De kérem, engem a Kulhanek úr küldött! Igaza van, őt a Kulhanek küldte! Semmi kérem! Hát most én küldöm! De kérem! Semmi kérem! Haladjunk! De kérem, engem a Kulhanek úr küldött! De ki az a Kulhanek? Hát, főnök úr! Én nem tudom, de hogy... Milyen pofonokat fog kapni ettől a macskától át, arról szerintem jobb nem beszélni. Most emiatt a hártia miatt nem tudok elmenni a fontos üzleti ügyeimért. De ennek is maga az oka? Én? Hát én miért? Maga? Mert maga mindig fél munkát végez, hát ha már elvesztek. Tehát vesztette volna teljesen? Hát főnök úr, kérem! Én mindent megtettem. Én teljesen elvesztettem. Hát és teljesen. Ki találta meg? Én találtam meg, kérem alásom. Maga? Én voltam a szerencsé. Baski! Thank you.
Klaudia. Sólyom Dorina. Bélka János. Kövér Patrik. Szoljáni Lajos. És lepségem még meg volt. Pál Ákos.